Folyamatosan épül és szépül a Mezőkövesdi Városi Stadion lelátója. A Széchenyi út felőli építmény szerkezetének kivitelezése hozzávetőleg 35%-os állapotban van. A kivitelező cég júniusban kezdte a lelátó építését, melynek oszlop pillérei, valamint az épület tartószerkezete készül jelenleg. Az építkezés a technológiai folyamatok miatt egy kicsit lelassult, mivel a beton megkötéséhez kell 1-2 hét, viszont augusztus végétől látványosabban fog haladni a munka. Természetesen ezzel párhuzamosan készülnek az építmény egyéb elemei is. Kivitelezők készítik a tetőt, gyártják a függönyfalat, ami a homlokzatra fog kerülni, és a többi berendezés is gyártás alatt van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy napról napra épül, szépül, látványosabb lesz ez mondhatom talán, hogy ez a gyöngyszem. Vég Gábor hozzátette, az ütemtervnek megfelelően haladnak, így októberben befejeződhet a Városi Stadion építése.